Szóta traktátus 22-es lapját fogjuk ma tanulni. 21-es lap vége felé tartunk, és a Misnának az utolsó mondásával foglalkozunk, amit a Jósua mondott, ahol felsorolta, hogy ki mindenki teszi tönkre a világot, és itt különböző olyan képmutató, vagy jámborságot mutató, de valójában nem úgy, nem azt szerint élő személyekről volt szó. Így például arról, aki haszit sojte, a bolond jámbor, buta bolond jámbor, rasa arum, a furfangos, szó szerint mesztelen, de inkább furfangos gonosz, isa prusa, itt szó szerint azt jelenti, ugye, hogy a jámbor, de inkább itt a képmutató, vagy képmutató jámbor asszony, makois prusin, képmutató jámborok önsanyargatása, és így tovább. És ezeknek a felsorolásnak, ennek a felsorolásnak annál a pontjánál tartunk, hogy rasa arum, a furfangos gonosz. Ki ez a furfangos gonosz? Erről volt többféle értelmezés, és az értelmezések között most a harmadiknál tartunk. De bászion már, Rabbi Jéhanan, zán mászi éjca limkörbeni haszimu atim. De bászi szerint mit jelent ez? Azt az embert, aki a kevés örökség eladására bíztatja az örökösöket. De amár a bászi, amár a Rabbi Jéhanan, mire vonatkozik ez? Arra, amit Rabbi mondott Rabbi Jéhanan nevében, és szaimim se kadmu machrubni haszimu atim, azok az örökösök, akik a szabály ellenére eladnak a kevés örökség örökölt vagyomból, más sem machru, azoknak az eladása az egy érvényes eladás. Ugye a Ketubot traktátusban már volt szó, hogy normál esetben, hogyha van egy jelentősebb örökség, akkor az örökséget a fiúk kapják meg, a lányokat pedig kötelességük, a nem kiházasodott lányokat pedig kötelességük eltartani. Ha ne haszimu atim, ha kevés az örökség, akkor az a lányok eltartására és kiházasítására kell, hogy fordítva legyen. És a fiúknak akár olyan áron is, hogy a fiúknak koldulniuk kelljen. Mégis azt mondott Rabbi Jászi, hogyha a fiúk ennek ellenére eladják az örökséget, akkor az eladás az egy érvényes eladás. Nos, hogyha valaki erre készteti, erre biztatja az örökös fiúkat egy ilyen esetben, akkor ez a rasa arum, ez a furfangos gonosz. A bája már zelmészi mica limkörbe, mint haszim, remsim, mint gamlél. A bája szerint ez az, aki arra készteti, arra buzdítja a megajándékozott embert, hogy a tovább ajándékozás helyett eladjon az ajándékból. Miről van itt is szó? Rabbi Shimon Gamliel, a Rabbi Shimon Gamliel tanításának megfelelően, de tánja, ne haszáj, le havácha, le hal, plöjni. Ha valaki ajándékba ad egy vagyonelemet valakinek, és azt mondja, hogy ez az ajándék legyen a tiéd, és utána pedig, hogyha halálod után, viszont ezt örökölje XY. Ebben az esetben nyarada rison a mahába achalasséni, vagy achalasséni mojci, miádele kuchasz, ebben az esetben az első vélemény szerint, utána Káma szerint, hogyha az megajándékozott, mégis eladta az ajándékot, és nem örököltette tovább, vagy hagyta meg, hogy örökségként megmaradjon a másik személynek, akkor az az eladás érvénytelen, ezt a mai nyelven úgy fogalmaznánk, mert ő csak a haszonélvezetét kapta meg ennek,
de tulajdonképpen végül ez a másik személynél kell kikössön, mint örökség. De most Simon Gamliel szerint viszont én lesénél a másik sérül is, a második csak azt kaphatja meg, amit nem adott el az első, és erről van itt szó a bája szerint, hogyha valaki arra buzdítja a megajándék, ilyen esetben így módon megajándékozottad, hogy mégiscsak adja el azt, amit a ajándékokat kapott, akkor az ugyancsak Rosenak számít. Ugyancsak Rosa Arumnak, tehát furfangos gonosznak számít. A vészébár hamalmas és ez zámachlia heimbrech és szajszav. A vészébár háma szerint Sejsesz azt mondta, hogy ez az az ember, aki képmutató, és csak azért viselkedik úgy, mintha jámbor lenne, mert ezzel akarja az embereket megtéveszteni. A hatodik magyarázat, Rab Zrika Ammar, Rab Huna Zeh, Mékel Ácmai Máhmer Ácheinim, ez arra az emberre vonatkozik, aki saját magával szemben nagyon megengedő, de másokkal szemben szigorú. Ula Ammar, Zeh, és a Kardabe Sannevel, és Simes Tamide Chachamim, ez arra vonatkozik, amikor valaki elolvasta a Tórát, bemagolta a Misnának a kódexét, de nem hallgatta meg a bölcsek magyarázatait hozzá, tehát csak a Tórából és a Misnából akar gyakorlati tanításokat, vagy gyakorlati következtetéseket levonni. És erről lesz szó hosszabban, hogy milyen fontos, hogy a szóbeli tannál nem elég a Tórának a szövegét megismerni, nem elég még csak a Misnának a törvénykódexét megismerni, hanem a talmudi magyarázatokat is tudni kell ahhoz, hogy valaki pászkenolhasson, valaki a gyakorlatban való eljárást ismerje és ismertesse. Itt már Karbesan Evlősim és Tamidik a Hamim, ennek kapcsán, ha valaki a Tórát tanulja, bemagolja a Misnát, de nem szolgálta a bölcseket, magyarul nem ismerte meg a bölcsek szóbeli magyarázatait a Tórához és a Misnához, ebből lezer a imehá réz ámhalrec, ebből lezer szerint, akkor az továbbra is egy ámhalrec. Egy tudatlan. Olyan tudatlan, akit mindenféle szabályok, korlátozások érintenek a talmudi időkben, akinek nem hisszük el, hogy tizedet adott a terméséből, nem hisszük el, hogyha azt mondja, hogy nem tisztátalan, és így tovább. Shmuel ben Nechmeni amar ha-reize bur, Shmuel ben Nechmeni szerint ez még durvább, mert nem csak egyszer jám horec, hanem egy bur, egy üres, semmire kellő. Yanai jöjjön, mert ha-reize kuti, Yanai szerint és egészen odáig elmegy, hogy ez egy olyannak számít, hogy nem is lenne zsidó, vagy félig lenne zsidó, somronita, akinek a például a borából sem szabad inni, és a kenyeréből sem szabad enni. De Akhavar Jákob, mert a réze maga is, de Akhavar Jákob szerint pedig ez az, aki így viselkedik, az olyan, mintha egy szemfényvesztő lenne, mert ugye úgy tünteti fel magát, mint hogyha Tóra tudós lenne, pedig valójában nem ismeri a halakhákat. Vagy pontosabban nem ismeri a halakháknak a hátterét. Amar elnáhá, mert Yitzhak, mert Sztámarában áhá, mert Jákév, de Amri Insi, Ratim, mert Gaisveli, Adam, mely Amar. Azt mondta erre rám, náhá, mert Yitzhak, nekem rám áhá, mert Jákév véleménye tetszik a leginkább, hogy itt egy szemfényvesztéről van szó, ahogy a arámi mondás tartja, Ratim a Gaisveli Adamai Amár, remeg a szája, remesget valamit a varázsló, de nem is tudja, hogy mit mond. Tanít Tanneveli Adamai Amár, ez az ember is tanul, meg tanít, de igazából nem is tudja, hogy mit mond. Tanra Banan, Ézeuám Harec, ennek kapcsán tanították a bölcsénk, kiszámít Amhorecnek, tudatlannak. Kolse innek helyre Krisma Sáhisz Fárvizbírk, hogy Szeo Divre Mérre. Miért szerint az számít Amhorecnek, aki nem olvassa a smát reggel és este. Ha Hamimimim Kölse innem a Niacht Finin. A bölcsek szerint, aki nem tesz Finint.
Ben azai emelkedő, hogy én létszik cicbe bigdő. Ben azai szerint az, akinek nincsen cicesz a ruháján. Vén eszem, ben jöjszöf, amár kolcsi és lébani, vén meg gádlanul a tajra. Vén eszem, ben jöjszöf szerint pedig minden olyan embereknek vannak fiai, és mégsem tanítja őket Tórára. A héli majmri mások azt mondják, a filuk körülbe, és én is imestem, mint a hamim, zám arec, az is, aki elolvasta a Tórát, bemagolta a misnát, de nem szolgálta a bölcseket, és azért nem tudja a misna halakháinak a hátterét, ez is ám horecnek számít. Kravela is sanno ha rézebúr, hogyha csak a Bibliát olvastad, de a misnát nem, akkor az pedig egyenesen egy semmire kellő, lőj karvela is sanno alva kaszrveimér, ha pedig se nem a Tórát nem olvasta, se nem a misnát nem ismeri, akkor az pedig már olyan, amire Jeremiás úgy utalt, mintha nem is lenne ember, mintha állat lenne, ahogy írt, ahogy Jeremiás mondta, ez a Rátiasz Bész Iszrael, és elültetem Izrael házát, ez Bész Jehuda, Jehuda házát, Zere Adam, Zere Behima, az emberi magot és az állati magot. Tehát, mintha a zsidók között lennének olyanok, akik nem nőnének föl az emberi mi voltukhoz, hogyha nem tanulnak, ha nem ismerik a Tórát, nem ismerik a misnát, akkor még csak nem is kerülnek abba a kategóriába, akit Jeremiás emberként nevez meg. Ugye azt kell érteni itt ugye önmagában a kérdés, hogy ki számít Ámhorecnek, és egyáltalán mi az, hogy Ámhorec? Ez egy részben erkölcsi tanítás, részben pedig egy halachikus kérdés. Ugye erkölcsi tanításként, hogy amikor valakire azt mondjuk, hogy Ámhorec, ugye Ámhorec szó szerint azt mondja, hogy a föld népe, de hogy egy egyszerű, tudatlan valaki, akkor ugye arra akar a Talmud ezzel utalni, hogy az ember nem szeretne tudatlan és semmire kellő maradni, tehát mi mindent kell tanulnia, ismerni ahhoz, hogy ebből a besorolásból kikerüljön. De ennek van vagy volt egy gyakorlati jelentősége is. Tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy az Ámhorec, ami a talmudi nyelvhasználatban, az a vallástalan zsidó. A vallástalan zsidó, amit ugye próbáljunk meg elvonatkoztatni a 21. századi vallástalan zsidótól. Itt egy olyan ókori társadalomról beszélünk, ahol az, aki nem tartotta a vallást, azt a szinte egy másik csoportba sorolták, egy másik kasztba, és ennek egyszerűen gyakorlati okai is voltak, mert egy csomó olyan előírás, amiben megbízunk, hogy egy vallásos zsidóban, hogy ezt megtartja, egy Ámhorecben nem bízhatunk meg. Ilyen például az említett, hogy a termésből leadja a szükséges vallási adót, a trumát, a mászert, megtartja a tisztasági, tisztátalansági szabályokat, ha ezeket nem tartja meg, akkor minket, vagy a mi ételünket is tisztátalanná teheti. És ugye azért Ámhorecnek nevezi tudatlannak, mert abban az időben a tudatlanság és a vallástalanság mindenképp együtt járt. Nem nagyon volt olyan, hogy valaki nem tudatlanságból volt vallástalan. Úgyhogy ezzel a szemmel érdemes olvasnunk ezeket a szövegeket. Oké, a Tand most folytatja, és arról beszél továbbra is, hogy ha valaki hiába tanulta a Tórát, meg ismeri a misnát, ha lő simeste a midech a hamim, hogyha a bölcseket nem szolgálta, és nem ismeri a bölcsek tórai magyarázatait, akkor továbbra is Ámhorecnek, egy tudatlannak számít. Ennek kapcsán Talmud idézi a példabeszédek alábbi mondatát, példabeszédek 24-es fejezet, 21-es mondat. Reesz a sem v'niva melech, vim sajnim alti szarev, féld az örökkévalót fiam, és legyél király, a ismétlőkkel pedig ne keveredj el. Amarabi Yitzchak, viszont az ismétlőkkel ne keveredj el, Élus és Sajnyi Malach az azok, akik bemagolják a halakákat, a törvényeket, ahelyett, hogy azoknak a hátterét is megismernék. Ugye ez ugyanarra vonatkozik, mint az előbb mondtunk, ha valaki ismeri a misnát, de nem ismeri a misnának a hátterét, a magyarázatait, akkor az továbbra is egy érdemtelen ember. Sita, azt mondja a Talmud, hát persze, hogy ezt jelenti ez, hát mi más jelentene a példabeszédeknek ez a mondata, Máodatteim a sejnünkbe helyét, miket ráfondadám, ráfondakjön, és arra adom a vérő, és a nebben hútra laj, a másmélan. Ezt mondja, talán nem, mert hihettük volna azt is, hogy itt mire utal Salamon ebben a mondatban, az ismétlőkkel,
azokra, akik a Tórát, azokra, akik vétkeznek, bűnöznek, és aztán újra vétkeznek, és újra vétkeznek, és ahogy ezt Funa tanította, hogyha valaki egyszer vétkezik, és aztán újra vétkezik, akkor egy idő után olyan megengedetté válik, és könnyelműen veszi az adott rizket. És ezekre vonatkozik, mint az ismétlők szó, itt a példabeszédekben, és ezért mondta a Talmud, hogy nem, itt ennél nem ilyenekről van szó, hanem ilyenekről, akik tanulnak, sőt, ne is magolják a dolgokat, csak nem ismerik a hátterét. Tana, hát a Naim Mavle Oilom. Ennek kapcsán folytatja egy másik brájta, azok, akik ilyen bemagolók, azok elpusztítják a világot. Mavle Oilom, szálkadájtok, miért pusztítanák el a világot? Amar a Vina, Mairin a Lachas, Betajok Misnaszan, azt mondta erre a Vina, azért, mert a halachát, az útmutatást, azt egyszerűen a bemagolás alapján, és nem lexikális tudás alapján, és nem pedig a dolgok hátterét ismerve tanítják. Tanya nami hachi, amar Rabbi Yeshua ve ki, ma vale oilam hein, ugyanígy tanultuk, hogy Rabbi Yeshua azt kérdezte, mert valóban ezek világpusztítói lennének. Ha női mi ásfél oilam hein, hanem inkább ezek azok, akik az világot fenntartják, és nem már ha lichais oilam lai, ahogy Habakuk mondta, hogy aki a halacha, azé a világ, tehát ahogy ezt minden nap az imában is szoktuk mondani, hogy aki a Tórát tanulja, tanítja, az a Tóra szabályait ismeri, és ismétli, az a világot fenntartja. Nem erről van szó, inkább miért pusztítanák ezek a világot? Ez sem mai nagyobb, inkább arról van szó. Úgy kell ezt érteni, hogy mivel csak a bemagolásból próbálnak halakhákat paszkanolni, a dolgok hátterének ismerete nélkül, ezért félrevezető és hibákhoz vezető paszkanolásuk lesz. Issa prusa, a következő dolog, amit Rabbi Yeshua mondott, az a jámbornő, de azok között, akik a világot pusztítják, és akiket a misnában felsorolt, Rabbi Yeshua, ugye eddig szó volt a Rasa Arumról, a furfangos gonoszról, most szó lesz az Issa prusáról, a jámbornőről, akit mi ugye szemfényvesztőnek és képmutatónak fogunk értelmezni, ahogy minden látni is fogjuk. De előbb a Talmud idéz egy brájtát. Tonrában a szulatszál janis, vál monnesé vavis, a katonsulai hallulai hadassab, a rejlom, de tváli ajlom. Egy brájtában azt tanultuk, hogy egy fohászkodó szűz, egy szomszédokat látogató özvegy, és egy kiskorú, akinek a napjai még nem teltek be, ezek mind a világot pusztítják. Kicsit furcsa brájta, amit el is fogunk magyarázni, itt egy szimbolikus, metaforikus jelentése van. De először a Talmud azt kérdezi, Éni, valóban így lenne, vagy amire a Jéhanan már érez, hét műszulla, vagy kibusz harmál, mondom. Egyszer Rabbi Jéhanan pont az ellentétjét mondta ennek. Azt láthatjuk, mondta Rabbi Jéhanan, ha tanulni akarjuk, hogy milyen az igazi bűnfélelem, a bűntől való távolságtartás, akkor azt tanuljuk el a szűzlánytól, ha tudni akarjuk, hogy milyen az, amikor miért érdemel az ember nagy jutalmat, isteni égi jutalmat, az pedig az özvegytől. Akkor miért mondja itt az előbb, hogy a szűz, aki imádkozik, az, vagy az özvegy, aki a szomszédokat látogatja, az a világot pusztítaná? Nyírez hétnőbb szóladra végenan, sama lehíb szóladra, nafla apaveka amra, Ibben is lejön, nem barasszak elé, nem barasszak elé. Azt mondtam, hogy először nézzük meg, mit jelent Rabbi Jöjjhanan mondása, hogy ugye a Isten félelmet azt a szűztől tanulhatjuk, a Isten jutalmat pedig az özvegytől. Rabbi Jöjjhanan azt mondta, hogy volt egyszer egy eset, hogy egy még nem kiházasított szűzlányt hallott imádkozni, fohászkodni Rabbi Jöjjhanan, és ez a szűzlány azt mondta, világok ura,
megteremtetted az édenkertet, megteremtetted a poklot, megteremtetted az igazakat, megteremtetted a gonoszokat. Legyen a te akaratod, hogy mások se essenek bűnbe én általam. Tehát ugye itt arról volt szó, hogy ez a lány, aki nagyon szép, szűz lány volt, nem csak attól tartott, hogy ő ne essen bűnbe, hanem mások se essenek általa bűnbe. És ez az a bűntől való félelem, amit el lehet tőle tanulni. Mit jelent kibul szachar málmona, isteni jutalom, amit az özvegytől tanulhatunk, de hiá mondod, de háve be bék nisztem és fi vussza, kolnyim a háve ászjom, hogy szállod be, mint drasod be békhanan. Volt egyszer egy özvegyasszony, akinek volt ugyan a környékén, a körzetében egy zsinagóval, ő soha nem oda ment, hanem elment mindig. Kolnyim a háve ászjom, ászlod be, mint drasod be békhanan. Mégis a békhanan tanházába jött imádkozni, ami távolabb esett az ő környezetétől, amely la, biti, la, bészvetek, neszesz, bésfősz, ajj, erre békhanan. Megkérdezte tőle, lányom, hát nincsen zsinagóga a te körzetedben? Amely lej, amra lej, rebi, ve lőszhárp, szélszésli, mire azt mondta ez az asszony, hát de rebe, nem kapom meg emiatt a lépteimnek a jutalmát? Mire gondolt ezzel? Hogy hosszabban megy zsinagógába, akkor ennek a önmagában a lépéseknek, a gyaloglásnak a jutalma az nagy. Tehát, hogy ő neki lett volna nem elég, hogy zsinagógába járt, hanem még minél távolabbi zsinagógába járt, hogy minél nagyobb jutalma legyen önmagában a gyaloglás. Kika Amár, ki gönnyű Hanni Basra Tivi, ezért azt mondja, a Talmud jogos, tehát akkor ezenben azt látjuk, hogy ez az özvegy meg a szűz, az inkább olyanok, akiktől el lehet tanulni valamit, nem pedig akik tönkreteszik a világot. Erre azt mondta a Talmud, mire vonatkozott az a mondás, aki azt mondta, hogy ezek pusztítják a világot. Ez olyanra vonatkozott, mint Jochnibas Tivi, aki egy boszorkány volt, és mit csinált, mint boszorkány? Mindig, amikor egy asszony éppen szülni kezdett volna, akkor a különböző mágikus eljárásaival visszatartotta a szülésüket, és aztán pedig bement a házba, és kiengedte a gyereket a fogságból, vagy a kisbabát. Tehát fájdalmat okozott, először behúzta a kéziféket, és a mágikus erejével visszatartotta a gyereket, hogy kijöjjön a szülés közben, és utána pedig úgy csinált, mintha ő micsoda jámbor nő lenne, és aztán ezt, amikor felengedte, akkor úgy csinált, mintha ezt egy imával csinálna. Na, egy ilyen képmutató özvegy az, akiről vagy szűz, az ugye nem derül ki a szövegből, hogy a szűznél mi a probléma, de hogy lehet, hogy a szűznél is az, hogy csak képmutató is úgy csinál, mintha nem akarna másokat bűnbe vinni, de valójában bűnbe akar esni maga is, és másokat is bűnbe akar vinni. Tehát itt a képmutatásról van szó, mint fő probléma. De olyan özvegy és olyan szűz, akik valóban őszinték, ugyanúgy, mint minden más ember, aki a valóban őszinte, azok nemhogy nem pusztítják a világot, hanem építik a világot. Májkatansulai kalulhadasa, mindig nem világos, hogy a harmadik, akiről azt mondta, hogy a világot pusztítja, az ki, akiről azt mondta, hogy a kiskorú, akinek még nem teltek be a napjai. Hachatár gimótal, mi de zetál, mint hacham, mert vájt bele bajszat. Van, akik ezt úgy magyarázzák, hogy ez a fiatal tóra tanuló, tóra tudós, a bóher, aki szemtelenkedik a mestereivel. Mit jelent az, hogy szemtelenkedik a mestereivel? Hogy hiába még nincs abban a korban, és nincs olyan tapasztalata, nem adja meg a tiszteletet a mestereknek, és beleszól, és fontoskodik a tanulás vagy a tanítás közben. Rabbi Ába Amár Zetalmid Selői Gielahira Umaire, Rabbi Ába továbbá is azt mondja, hogy ez azt a fiatal rabit jelöli, aki még nem jutott ahhoz a korhoz, hogy ő pászkenoljon, hogy ő döntéseket, halakikus
döntéseket, ítéleteket hozzon, és mégis megteszi ezt. Amarabi bomarav hunam ráv, májnich szív ki rávim hallalim hi pilava cumim kol halugeo. Ahogy Rabbi Abbau mondta ráv nevében, hogy erre vonatkozik a példabeszédeknek az a mondata, 7-es fejezet, 26-os mondat, mert sok vétkest ejtett, sok áldozatot ejtett, és nagyok vannak halottai között. Ugye itt a példabeszédek a szó szoros értelemben, az egyszerű jelentés szerint a parázna nőre vonatkoznak, aki áldozatokat ejt, és a legnagyobb emberek is a hálójába rekednek. De Ráv ezt másképp értelmezi, és azt mondja, ki Rávim halalimi pilozat, amit hachamsolai rigelére, a nagyokat, vagy sok áldozatot ejt, az arra vonatkozik azokra a bölcsekre, akik még fiatalok, és nem jutottak el abba a korba, hogy pászkanoljanak, hogy ítéletet hozzanak, és mégis ezt csinálják, vagy cumin kolerögel. Zetán kormség gyelöjre a vényi majre, és a nagyokat ejt áltozatul, az pedig pont fordítva azokra vonatkozik, akik már elértek abba a korba, hogy pászkanolhatnának, de menekülnek a felelősségtől, és nem élnek ezzel. De átkámo, milyen korhoz kell érni, hogy lehessen pászkanolni? Ádár Bajinsnin, a 40 éves kor. Én iva ha rába uré, azt kérdezi, de ez hogyan lehetséges, hogy csak 40 évesen lehet szabad pászkanolni, amikor látjuk, hogy rába is pászkanolt, pedig nem volt még 40 éves. De Savin azt mondja, Talmud, ez arra vonatkozik, Rába esetében azért volt ez lehetséges, mert ő egy olyan városban élt, ahol Savin, ahol csak vele egykorúak, vagy egyidősek voltak, de nem nála idősebbek, és ebben az esetben akár a 40 éves kor előtt is már lehetett pászkanolni. A Makos Prusin, ugye a következő a felsorolásban az a Rabbi Yehoshua felsorolása, hogy kik azok, akik a világot pusztítják. Benne volt Makos Prusin, az önsanyargató, önverő jámborok. Most a Talmud föl, ezek a jámborok itt is a képmutatásról lesz szó. És a Talmud egy brájt, érdekes brájtát idéz, amiben azt mondja a brájt, a tanúra Bonon, Siva, Prusim, én hétféle ilyen jámbor, vagy a Prusin az igazából önmegtartóztató, vagy félrevonuló a szószoros értelmében. Hét ilyen van, és ezek a legalábbis egyik értelmezés szerint, a főértelmezési irány szerint, ezek mind olyan képmutató emberek, akik úgy viselkednek, mint hogyha jámborok lennének, de valójában nem erről van szó. Parus Sihmi, Parus Nikvi, Parus Kizai, Parus Medaiha, Parus Máhoi Vaszive Eszena. Oké, mi ez a hét? Parus Sihmi, a Sihmi jámbor, a Nikvi Maimor, a Nikvi az azt jelenti, hogy aki magát veri, a Kizai jámbor, aki vércsapol magából jámbor, Parus Medaiha, a Prés jámbor. Az a jámbor, aki azt mondja, mondjátok meg, mit tegyek, és megcselekszem, és az, aki szeretetből, és az, aki félelemből jámbor. Mit jelent az, hogy Parus Sihmi, az első, a Shem féle jámbor. Zeo Isu Maise Shem. Ez az az ember, aki úgy viselkedik, mintha jámbor lenne, de csak képmutatásból, mint hogy Shem lakói is így viseltettek, amikor ugye Jákob fiainak kérésére körülmetélték magukat, amikor a hercegük megbestenítette Dinát. Nem azért metélték körül magukat, mert valóban zsidókká akartak lenni, hanem csak képmutatásból, vagy valamilyen személyes érdekből. Parus Nikvizam Nákefe Sraglov, a magát verő jámbor az, aki ilyen nagyon kis léptekkel megy az utcán, mint nagyon megfontolt lenne, de valójában csak képmutató. Paruski Zai, Amarat Nachamer Itzhokzán, Mákész Damlek Szalim, aki vércsapoltat jámbor, az, aki megint csak képmutatásból.
Tehát az, aki megint csak képmutatásból csukott szemmel jár az utcán, azért, hogy úgymond nehogy nők, idegen nőkre vesse a szemét, és mivel csukott szemmel jár az utcán, mindennek neki megy, és a fejét beveri, és ezzel vér csapoltat magából. Parusmed a haja, a prés jámbora, amarab silalma, spér, de me sápa, ki me dajha. Ez pedig az, aki lehajtott felje jár az utcán, és ezzel próbálja mutatni, hogy milyen jámbor, pedig valójában nem erről szó. Parus máhai vasszivelsze, no? Aztán volt egy olyan, aki azt mondta, hogy ő úgy jámbor, hogy azt mondja, mondjátok meg, mi a kötelességem, és megcselekszem. Ha már jusszai, mi ezzel a baj? Ez egy pozitívum, de ha már máhai vasszit túvelsze, no? Azt mondja, ez inkább az, aki azt mondja, mondjátok meg, hogy mi van még a kötelességemen túl, és én azt is megcselekszem. Tehát megint csak egy képmutatóról van szó. Parusme ába, parusme gyira, aztán van, aki szeretetből, meg van, aki félelemből jámbor. Ez kikre vonatkozik, akik a jutalom szeretetéből, vagy a büntetés félelméből, és nem pedig Isten dicsőségére, a küldetésük teljesítésének céljából tartják meg a micvákat. Ezek is képmutatónak számítanak. Amelia bájeve rabele tána, löj tiszné parusmi ába parusmi ira, a bája azt mondta, és rave is azt mondta ennek, aki ezt tanította, hogy ez az utolsó kettő, ez nem egy jó irány, ezeket nem lehet képmutatónak vagy elítélendőnek tekinteni. Azt, aki nem tiszta Isten szeretetből, hanem aki önzően a jutalom iránti vágyból, vagy a büntetésről, a félelemből tartja a Tórát, azokat nem kell elítélni, hiszen azt tanította rá, de öljöm jászak adom, hogy töljöm, mit ez a filus, hogy is ma, sem, hogy töljöm is ma, bal is ma. Az ember mindig tartsa meg a Tórát, akkor is, hogyha azt nem önzetlenül teszi, mert ha nem is ez a végcél, hiszen végül önzetlenül kell, hogy megtegye. Jobb, hogyha előbb megteszi önzően, mint hogyha egyáltalán nem tenné meg, és majd, hogyha elkezdte megtartani, akkor lehet, hogy az elején önzőségből fogja tenni, de a végén majd ez az önzetlen megtartáshoz fog vezetni. Amarab nachman ben Yitzchak, de mi tamra, de megalja, ennek kapcsán azt mondta Nachum ben Yitzchak, ami az emberek szem előtt rejtve van, ami nyilvános, az nyilvános. Vagy dinarába, de az örökkévaló nagy ítélő széke előtt is sparem hanne de chufi gundi, el lesznek ítélve azok, akik egy nagy imasállal takarják el magukat, és takarják be a fejüket, de úgy viselkednek, mintha jámborok lennének, pedig valójában képmutatók. Amelé jannája malkalind visziéj, ugyanennek a gondolatnak a mentén, mondja a Talmud, hogy Jánai király mondta a feleségének. Jánai királyról azt kell tudni, hogy egy hasmoneus királyról van szó, aki egyszerre volt király, és egyszerre volt főpap, és a királyságának a végén szadaceussá vált, és a farazeusokkal, a rabbikkal, rabbi összeveszett, és a felesége tartott tőle, hogy miután meghal, a király örökséget el fogják venni a fiaitól, mire azt mondta a feleségének, Altis Jeremina Prusim, ne féljél a rabbiktól, a valóban jámboroktól, és ne félj, velőmise, én nem Prusim, azoktól se félj, akik nem jámborok, inkább azoktól félj, elemine cvuim, és hogy Daimene Prusim, hanem félj a képmutatóktól, akik úgy viselkednek, mintha jámborok lennének, se máj szeonz, máj sze zimri, mert vágsin szaharke pinchasz, akiknek a cselekedetei olyanok, mintha zimri cselekedetei lennének, hogy a zimri volt az a törzsfőnök, aki a moabita lányjal nyilvánosan közösült, és ezzel borzasztó Hillula sem Isten nevének megszentségtelenítését tette, és Pinchas volt az, aki megállította a veszedelmet azzal, hogy
végzett vele is, és ezzel a moabita paráznanővel is. És azok, akik képmutatóak, azoknak a cselekedetei olyan, mint Zimri, és jutalmat meg úgy szeretnének, mint Pinhas. Ezek barátom, ideig tartott a mai siúr. A 22-es lap végén vagyunk. Itt egy misna fog következni, egy hosszú misna, amit már a holnapi 23-as tananyaggal fogunk együtt tanulni.